Egy, kettő, három, négy! A Pákozdi Katonai Emlékpark lövészárkaiban folytatódott a Haza, Lantai Májár József szibériai hadifogoly naplója című film forgatása. Matúz János és Kovács Szilvia társrendezésében, aki egyben a film producere is, a 17-es honvéd gyalogezredben szolgáló magyar honvéd és társainak életéről készül nagyívű filmet üd. A felvételeken a fiatal székesfehérvári születésű katona, Lantai Májár József az első nagy világégés során az arcvonalban megélt harcait, illetve a szibériai fogságának embert próbáló történéseit mutatják be naplója alapján. Szerdán a Pákozdi Mészekhegyre költözött a stáb, a küzdelmet a lövészárokban idézték fel korhű fegyverekkel, szakértők segítségével. Érdekes és izgalmas nagyon. A lelkem nagyon jól viseli, mert azt látom, hogy amit megálmodtam körülbelül egy évvel ezelőtt, az hogy valósul meg. Tehát minden egyes forgatás, de ez most a mai egyébként szerintem különösen, mindegyik azt jelenti, hogy Úristen, kitalálok valamit, és az meg tud valósulni, és fantasztikus emberekkel dolgozunk, tényleg szerintem nagyon profik, most éppen szakértőkkel dolgozunk, ez is nagyon jó, ők is nagyon profik, és teljesen valósághűen próbáljuk előadni azt, vagy bemutatni azt, ahogy történhettek annak idején a dolgok. Kovács Máté a Szabad Színház társulatának tagjaként meg annyi fajsúlyos szerep alakítója, ugyanakkor ez a hiteles és mélységesen emberi történet, a filmes visszatekintés számára is komoly tanulságokkal jár. Számomra egy óriási élmény, mind ugye alapvetően az egésznek a háttere miatt, ahogy a jeleneteket forgatjuk le, a tulajdonképpeni dolgos jelenetek, civil jelenetek mondhatnám így, bár mint hadifogolyként ez itt nem teljesen igaz, és amellett meg így igazából így élesbe is a front jelenet. Tehát ez nem csak úgy lelkileg, hanem még úgy fizikailag is egy brutális élményt ad az embernek egyébként. A főhős szerepében Schneider Zay Ákost köszönhetjük egy olyan korosztály képviselőjeként, akik számára nem teher a múlt idézés, ellenkezőleg hitelesen idézi meg a főszereplő álmait és visszaemlékezéseit. Mindent, amit hallunk a történelem órákon, vagy éppen olvasunk, vagy amikor olvasgatom magát a forgatókönyvet, amikor kérdezgetek nagyszülőket, vagy éppen magamat jobban belásom ebbe a témába, akkor mindig feljönnek azok az érzelmek, értékek, gondolatok, amelyek ehhez a valósághoz kötnek, és tényleg nagyon erős érzéseket tud magában hordozni ez az egész, hogy ezt a bőrünkön tapasztaljuk meg. Robban! Robban! Lőj! Megfordul! A háború megpróbáltatásait, illetve a fogságban töltött emlékeket megidéző film forgatása Erdélyben folytatódik, majd tavasszal fejeződik be a díszbemutatót az utómunkálatokat követően július 18-án a Magyar Királyi 17-es Honvéd Gyalogezred emléknapján tervezik megtartani.